Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Ma esti vendégem Schulz György, a Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület elnöke. Tisztelettel köszöntelek, szervusz. Szervusz. Furcsa időszakot élünk, a koronavírus járvány nagyon sok mindent meghatároz ebben az időszakban, a mezőgazdaságban, a termelésben mindenképpen. És azt vettük észre, hogy ennek ellenére a Jancsár piac köszönhetően neked, illetve mindazoknak, akik segítenek ebben, továbbra is működik. Igaz, hogy más intézkedések kellenek most már, tehát azért a távolságtartás, maszkviselés, stb. De az lenne a kérdésem, hogy ugye most már ez több mint egy éve, így majd. Hogy lehetett olyan intézkedéseket hozni, hogy továbbélést biztosítsa? Kezdjük az elején. Tehát amikor bejött a járvány, tehát ilyen nem volt még Magyarországon, ez nyilvánvaló. Óriási feladat lehetett. Hát valóban ez az elmúlt egy év, nyugodtan mondhatom, hogy egy korszakot jelentett a Jancsárkert 8 éves történetében. Az első 8 évünk az egy egyenletes fejlődéssel írható le. Kicsiben kezdtük, kevés árussal, és fokozatosan egyre több őstermelő jött a mezőgazdaságból, állattenyésztésből a piacra feldolgozott termékeikkel. Egyre több figyelmet fordítottunk a környezetvédelemre, a környezetbarát csomagolásra, és egyre inkább segítettek mindebben a folyamatban a különböző rendezvények, amelyet a piachoz kötöttünk. Tehát voltak egészségpiacok, voltak bemutatók, hogyan készül jegyében, tehát bemutattuk, hogy hogyan készül a sajt, a rétes, különböző mezőgazdasági élelmiszerekből, hogy lehet konyhakész dolgokat készíteni. És ez a hármasság szakadt meg tulajdonképpen egy évvel ezelőtt, amikor a járvány kitört. Ez a folyamatosság szakadt meg. Ugye elmaradtak teljes mértékben a rendezvények. A rendezvényeknek az volt a szerepe, hogy minél több embert közel hozzunk az egészséges táplálkozás, az egészséges élelmiszerek világához, hogy minél több ember megismerje ezt a piaci lehetőséget. Ezek teljesen elmaradtak. Az értékesítési formák is, és ugye nem bizonyultak elegendőnek. Tehát egyre inkább kialakult az, hogy a gazdák a saját tanyájukon, vagy a saját gazdaságukban is kiszolgálták a vásárlóikat, illetve a házhozszállítás egyre népszerűbb lett. Sőt, van aki már erre szakosodott, hogy mezőgazdasági élelmiszereket, sajtot, húsvilaséget szállít és ma is szállít házhoz. Egy kicsit ez megreformálta a piacot. Ami az árusok alkalmazkodását illeti, hát ők nagyon gyorsan felvették a fordulatot ehhez. Persze elég sok munkába tellett, hogy mindezeket a kereskedelmi értékesítési új csatornákat kialakítsuk. A vásárlók pedig összhangban az általános a reagálással, szintén alkalmazkodtak ehhez a helyzethez. Nem mondom, hogy egyik napról a másikra, de a másfél méteres távolság, tehát felcsikosszuk a csarnokot, hogy ezt biztosítani lehessen, vagy most legutóbb a 10 négyzetméterenként egy vásárló, ez teljesen elfogadott már, és ez működik. Kétségtelen a piacnak az a nyüzsgő hangulata, hogy itt baráti társaságok jöttek össze, hogy egyes termelőkkel a hogyan készíti, vagy hogyan készülnek a zöldségei, vagy hogy milyen vegyszereket használ esetleg az előállításuk során. Tehát ezek a hosszabb beszélgetések elmaradnak. Elmaradnak ugyancsak a családokból a gyermekek, akik eddig jöttek együtt. Egy kicsit a piac hangulata sokkal inkább visszafogottabbá vált, komolyabbá vált. De hát remélem, hogy a következő hetekben visszaállhat a pezsgő piaci hangulat. Ugye arról beszéltünk, hogy felelősségteljes gondolkodásra van szükség. Ez egyik oldalról kényszer, a másik oldalról pedig én mondom, hogy tanulható, mert mi azt tapasztaltuk, hiszen számtalanszor jártunk kint, hogy ezeket az intézkedéseket mindenki betartja. Viszont mennyire vetette vissza a forgalmat? Hiszen azért ne feledjük, hogy az első időszakban
ez mindenki tartott tőle, hogy közösségbe menjen. Hiszen ugye említetted, hogy mindenki megpróbálta otthonról intézni, de ez nyilván nagy felelősséget ró a gazdára, hiszen ebből él, ha úgy tetszik. Hát, úgy próbáltuk meg ezt kivédeni, hogy óhatatlanul kisebb forgalmat jelent, hogyha a vásárlók zsúfoltságot tapasztalnak a csarnokban, akkor kockázatosnak tartják a vásárlást, de ezt úgy vettük ki, hogy a legnagyobb forgalmú árusainkat, hát közöttük egy nagyon népszerű savanyúságkészítő családot, és az ő termékeiket kitelepítettük a csarnokon kívülre. Nekünk lehetőségünk van arra, hogy a csarnok előtt van egy bevásárló utca, és ott foglaltak helyet, és onnan értékesítettük, de ugyanúgy egy nagy forgalmat bonyolító, füstölt hús előállító kistermelő is kitelepült. Ez különösen a húsvét előtti időszakban volt fontos, mind a két termék iránt nagy a kereset, és készen álltunk arra, hogy további árusok is kerüljenek a szabad levegőre, tehát a tojással, esetleg pékárúval. Tehát ennek ott van a jelentősége, hogy az emberek kint a szabad területen sokkal nagyobb bizalommal vásárolnak, sokkal jobban ilyen járvány szempontjából biztonságban érzik magukat. Azt is észrevettük, hogy előre csomagolt áruk vannak, tehát sokkal kevesebb időt kell a pultok előtt tölteni. Tehát ez is tudatos volt. Igen, igen. A vákumcsomagolás egyre inkább elterjedt, és ez egy nagyon jó dolog, főleg, hogyha a csomagolóanyag maga újra hasznosítható, és ezek ilyenek. Tehát látom egy-két nyugat-európai nagyforgalmú piacon is, hogy szinte megoldható az, hogy önkiszolgáló rendszerben vákumcsomagolt termékek vannak hűtőpultokban elhelyezve, és különböző mennyiségű termékeket lehet így vásárolni, de beleértve a zöldségeket és a húskészítményeket is. Ez mindenképpen előremutató és a jövőt szolgáló lépés volt, hogy egyre többen ruháztak be ilyen területen és ilyen tekintetben. Másik fontos dolog volt, hogy előrendeléseket fogadtak az árusok. Tehát most már az árusok és főleg a tőzsvásárlók között olyan szoros a kapcsolat, hogy ismerik egymás elérhetőségét, és hát akár a tanyán vagy a gazdaságban, de akár a piacon is már előrendelve és előre elkészítve a csomagot várják az árusok a vásárlókat, és ilyenkor felgyorsul a kiszolgálás. Ugye, mert ez volt végső soron a cél. Hát sajnos most az a piaci hangulat ellen szól, de gyorsabb kiszolgálási idővel kevesebb időt töltsenek el a vásárlók a csarnokban. Ha már a csomagolásnál tartunk, a Jancsár piac volt az egyik úttörője annak, hogy újrahasznosítható, tehát hagyjuk a műanyagot másnak címszó alatt. Ezt próbáltátok elterjeszteni. Mennyire vált be ez? Nagyon szépen indultunk, és sikerült, főleg úgy, hogy textiles kézművesek segítségével nagyon sok bevásárló szatyrot vagy szitjőt készítettek különböző textil anyagokból, és ezzel próbáltuk megkiváltani a műanyag zacskókat. Érdekesség, bevezettünk egy szatyorkölcsönzőt, tehát aki esetleg nem hozott magával textilből vagy készült szatyrot, az innen elvehette, és akkor legközelebb visszahozta, vagy esetleg még tette be az önkiszolgáló szatyorkölcsönzőbe. Ez a folyamat sajnos megtorpant, és mint ahogy a piacon kívül is engem nagy szomorúsággal tölt el, hogy az ételkiszállítások miatt a műanyag abszolút berobbant megint, a műanyagok berobbantak megint a használatba. Ez mindenképpen egy megtorpanás jelent. Nem tettünk, és itt talán társadalmi szinten mondom, kellő erőfeszítést, de beleértve akár a hatóságokat is, például arra, hogy a hagyományos ebédhordók vagy az ételhordók nyilván megfelelő előírásokkal és követelmények teljesítésével bekerüljenek ebbe a körforgásba, hanem az egyszer használatos műanyagokat kezdtük el megint tömegszerűen használni, ezek pedig egyenesen kikerülnek újrahasznosítás nélkül a szemétbe.
Igen, hát ez meglehetősen nehéz probléma, de én azt gondolom, hogy talán ha véget ér a koronavírus járvány, akkor sikerül újra elindítani, és már megy a maga útján. Viszont kell, hogy beszéljünk akkor még egy kicsit az őstermelőkről, hiszen arról beszéltünk, hogy ez egy fókuszba kerül a vegyszermentes, tehát az igazi a termelőpiacra jellemző áruk készítése. Hol tart ez most? Kérdezem, Fejér megyében. Hiszen tudjuk, hogy egyre többen vannak, és nyilvánvaló, hogy egyre több olyan áru van, amely így termelődik. Valóban. És bár ellenőrizhető-e, hogy az őstermelő valóban olyan árut ad, amely tudjuk, hogy igen, de nyilván vannak kivételek, de azt hiszem, hogy a vásárlói bizalom a legfontosabb. Hát részben, ugye az elárasító helyeken szerepel minden őstermelőnek egy azonosítója, és ezt az azonosítóról mindenki meggyőződhet az interneten, hogy jogosult-e azoknak a termékeknek az értékesítésére, amelyeket a pulton lehet látni. Másrészt azt tudom mondani, hogy szinte minden őstermelőhöz személyesen is elmentem az elmúlt 8 év során, és valóban meggyőződtem az állattartás körülményeiről, a húsfeldolgozásról, hogy füstölnek, hogy hol készítik el a hústermékeket, vagy ugyanezt a mezőgazdaságban, vagy a gyümölcs termesztésben. Nagyon sok, vagy viszonylag sok új őstermelő jelentkezik a tejfeldolgozás területén, tehát nagyon sok sajtkészítő van. Érdekes módon a nagyobb beruházást igénylő füstölt hús előállítók száma is mindig növekszik, mindig vannak újabb érdeklődők a piac iránt. Ahol egy kis megtorpanást látok, az a mezőgazdasági zöldségtermelőknek a köre. Több ok miatt, lehet, hogy generációs okok miatt, lehet, hogy amiatt, mert nagyon munkaerőigényes ez a tevékenység, és nagyon nehezen, vagy szinte alig kapnak kisegítő munkásokat ehhez a tevékenységhez, vagy akár a fólia sátrak miatti beruházás igényesség miatt. Tehát itt azért nagyon korlátozott számú termelővel lehet találkozni, így a megyében is. Pedig hát alapvető dolog az, és ez közvetlenül az egészséggel függ össze, hogy az általuk termelt dolgok néhány óra alatt a piacra tudnak kerülni. Tehát ellentétben minden már a szupermarketben megvásárolható mezőgazdasági terméktől. Már gondolkodom azon, hogy szinte kírom, hogy hány órás termékről van szó. Tehát, hogyha egy spárgát leszednek kápolnásnyéken hajnalban, akkor 3-4 óra alatt a piacra kerül. És ugye ezek a anyagok, ezek a ásványi anyagok, vitaminok, enzimek, más anyagok bekerülnek az emberi szervezetbe, és eldöntik azt, hogy az emberi szervezet egészségesé vagy kevés egészségesé válik, és hát ennek a hatását most különösen a járvány idején nagyon közvetlenül tapasztalni lehetett. Egyáltalán nem mindegy az, hogy mennyire friss, milyen összetételű, milyen körülmények között készült termékeket fogyasztunk. Ez befolyásolja a környezetünket, befolyásolja a zsebünket is természetesen, és hát valamiféle jó érzéssel is szolgál az, hogyha az ember egy friss, ropogós, szépen előállított terméket tud fogyasztani. Az elmúlt időszakban ugye megszületett az a szlogán, hogy vedd a hazait, védd a hazait, de ezt ti már, illetve te magad már réges-régen tudod, hiszen kint volt az a székely mondás, hogy helyit eszem, helytől veszem, mert helyén az eszem. Igen. Ugye? Ez igen, egy igen. Remek gondolat. Mennyit segíthet ez a vásárlók, illetve az őstermelők egyaránt, hiszen ez egy közös projekt, ha úgy tetszik. Mennyire figyelnek arra, hogy valóban a hazait válasszák? Mi az te személyes tapasztalatod? Ahogy próbáltam felvázolni a piac történetét, és az elmúlt egy évet egy teljesen más kint jellemezhető időszaknak jelöltem meg, akkor a következő időszak megint egy alapvetően egy más lesz. Tehát megítélésem szerint nem tudunk visszatérni oda, ahol egy évvel ezelőtt abba hagytuk. Nagyon sok
embert befolyásolta az, megint a vásárlási szokások, hogy hova járt vásárolni, szupermarketekbe járt-e, vagy inkább a helyi piacokra, vagy ahol úgy érzi, hogy biztonságosabban tudott vásárolni, vagy otthon főzött-e, vagy különösen a home office miatt, esetleg a home cooking előtérbe került, vagy pedig mennyire fognak újra éttermi fogyasztást az emberek preferálni. Mi szeretnénk mindenképpen segíteni abban, hogy ezekből az egészséges alapélelmiszerekből, receptekkel, főzési tanácsadásokkal, vagy mintákkal elősegíteni azt, hogy igenis az emberek maguk készítsék el az ételeiket. Tehát ezzel mindenképpen erősítjük azt, hogy az őstermelőktől, a kistermelőktől vásároljanak, mert hiszen mindig csak oda jutunk vissza, hogy nincs annál egészségesebb táplálék, amelyik rövid idő alatt kevés vegyszerrel, vagy vegyszermentesen, vagy bio státusszal, és rövid szállítási távolsággal kerül az asztalra. Kell még propagálni azt, hogy az árérték arány a termelői piacokon a legjobb? Mert ez ugye megerősítést jelent gazdának, vásárlónak egyaránt. Vagy pedig változott a világ, és nyilvánvaló, hogy a vegyszermentes zöldség, gyümölcs, stb. Óhatatlanul is némiképpen többe kerül. Igen, de ha nem is kirívóan tér el egy biopiacon vásárolt biotermék ára a többitől, de akkor is az emberek egyre inkább értékelik azt, hogy kitermelés, milyen körülmények között termelik, és ez pedig a termelőkről egyre inkább nyilvánvaló. Hát megemlítem a Fiastyúk éttermet és az étterem körüli gazdaságot. Például ez a csóri, nyolta mondhatom, mint a gazdaság, egy olyan nagy bizalmat vált ki a vásárlókban, hogy minden terméküket, legyen az pékáru, kovászos kenyér, vagy mangalica kolbász, vagy pedig valamilyen édességek, hogy ezeket szívesen fogyasztják az emberek, és lehet, hogy nem a vásárlás során az ár az első döntési szempont. És ezeket az alap élelmiszereket, ha használja fel az étterem is, a Fiastyúk étterem is, és ott is ezekkel lehet találkozni. Tehát így lesz ez egy egységes nagy szolgáltatás, és egy egységes nagy komplexum, és nagyon bízom benne, hogy a későbbiekben a piac fejlődése során ők is, és a hozzájuk hasonló nagyon tapasztalt és minőségi termékeket biztosító termelők majd nagy teret fognak kapni. Az imént érintőlegesen már beszéltünk az egészségpiacról. Azt tudjuk, hogy a Jancsár Kert az egészséges életmód és a környezetbaráti életvitel népszerűsítésében is élen jár. És azt is tudjuk, hogy Fehérvár alapító tagja az Egészséges Városok Szövetségének. Ugye ebből fakadt az egészségpiac, ami egy remek kezdeményezés volt. Nyilván most ez már a második esztendő, hogy nem lehetett megtartani. De én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy segítsék ezt a környezettudatos életmódot. Hát valóban, én szinte most az elmúlt 8 évemet, vagy most már a 9. évet, tehát erre teszem fel, hogy az egészségnek, az emberi egészségnek az egyik fontos összetevője a táplálkozás. Nyilván van mellette a mozgás, van mellette a mentális egészség része is, de a táplálkozás az, hogy mit eszünk, mit iszunk, de ez már egy az ókori görögök tanúsága, hogy azzá válsz, hogy az vagy, amit megeszel, amit elfogyasztasz, ételt és italt. Ez fiziológiai értelemben egyértelműen közérthető és bizonyított. Ami újdonság inkább az, hogy most már a pszichológusok vagy a mentális egészséggel foglalkozók is azt látják, hogy a bevitt élelmiszerek hatással vannak a lelki jólétre, az embernek a lelki érzéseire. Tehát mindenképpen az egészséggel nagyon kell foglalkozni, és hogyha hozzá lehet járulni ahhoz, hogy kevesebb túlsúlyos ember legyen Magyarországon, ami Magyarországon egy európai viszonylatban is egy nagyon súlyos probléma,
vagy hozzá lehet járulni ahhoz, hogy kevesebb cukorbeteg legyen, vagy kevesebb embernek legyen magas vérnyomása, akkor valamit mi is így a táplálkozáson keresztül tudunk tenni. Viszont ha folytatom ezt a gondolatot, sajnos a COVID-járványnak a halálozási okai között ezek a dolgok, tehát mint a túlsúlyos betegség, vagy pedig a cukorbetegség, magas vérnyomás komoly szerepet játszanak. És miért nem figyelünk jobban oda a táplálkozásra, és akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy egészségben tudjuk az életünket leélni. Így van. Ugye esett szó az elmúlt 8 esztendőről, a mostani egy esztendős COVID-járványos időszakról. Essék szó a jövőről. A jövő, hiszen ugye hírét vettük annak idején, hogy komoly fejlesztéseket szándékoztok megvalósítani. Valóban egy hosszabb időszak előkészítése után most már a magyar tulajdonosok elfogadták a beruházás végleges tervét. És ennek eredményeképpen túlzás nélkül mondhatom, hogy Magyarországon egy teljesen egyedülálló dolog fog létrejönni. És most nem reklámként, hanem egyszerűen ez a város szempontjából is elég jelentős lesz a következő időszakban. Tehát itt az Ecofamily áruházról és annak a magyar tulajdonosairól van szó. Ők ezen a 6000 négyzetméteres ingatlanon felújítják a piaszcsarnokot. Tehát ilyen értelemben a hagyományos őstermelői, kistermelői, háztáji piacot, piaccsarnokot felújítják, és magát a piacot mindennapossá teszik. Tehát most a eltérően attól csak szombat délelőtt érhető el nagy piac, ezt követően minden alapvető mezőgazdasági termék megvásárolható lesz, és lehetősége lesz az őstermelőknek, hogy hétköznap is árusítsanak. És ők emellé építenek egy áruházat, amiből Székesfehérváron már létezik egy, és nagyon népszerű, ahol ők csomagolt élelmiszereket, háztartási cikkeket, tisztasági cikkeket, tehát minden csomagolt háztartási, a családok használatában levő dolgot árusítanak. Most ebben a párosításban az a nagy, hogy a friss párórás mezőgazdasági termékek megvásárolhatók egy kereskedelmi egységben a csomagolt és a tartós élelmiszerekkel és háztartási cikkekkel. Tehát nem szükséges több helyre elmenni egy vásárlónak. Tulajdonosok dolgoznak azon, hogy még több parkolóhely legyen, még kényelmesebb legyen a vásárlás. És ha valaki eljön, akkor azon túl, hogy esetleg egy nagyon kellemes reggeliző helyen, vagy egy kávézóban találkozhat az ismerőseivel, de akkor az Ecofamily áruházban a szeretet és kedvelt háztartási cikkeit megvásárolja, a csomagolt élelmiszereket, a kozmetikumokat, a mosószereket, és utána mellette a piacra beugrik, és megkapja a pár órás salátát, amit éppen akkor szednek le mondjuk a pázmányi földekről. És mellette pedig az alapcikkeket. Tökéletes gondolat, úgyhogy ezzel zárjuk, hogy hát fel a piacra érdeklődéssel várjuk. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a piacon. Egyelőre csak szombaton. Viszontlátásra.